Sziasztok! Ebben a videóban a februári kedvenceimet szeretném nektek bemutatni, és egy picit meglepő számomra ez a videó, mert úgy voltam vele, hogy jó, hát február az egy nagyon rövid hónap volt, biztos alig lesz olyan, amit a kedvences videóban be tudok mutatni, de mondom, ha már belekezdtem, akkor csak fel kéne venni, úgyhogy elkezdtem összeszedni, hogy mi is volt az, amit nagyon szerettem februárban, és csak gyűltek a cuccok, és a végére volt egy rakattal. Úgyhogy bele is kezdek, mert elég sok minden összegyűlt februárra. Úgyhogy kezdeném is rögtön egy olyan dologgal, ami nem szépségápolás, hanem egy picit hobbi, meg do it yourself. Ez az ékszerragasztó, fogalmam is nem bírom kimondani a nevét, valami német dolgok vannak rajta, tanultam németül, de na mindegy, semmit nem ért, úgyhogy ez egy ékszerragasztó. Aztán februárban a kedvencem volt még, ez az MUA Fixing Mist, gondolom így kell mondani. Ez egy ilyen smink fixáló spray, ami viszont primernek is jó, tehát arra is jó, hogy mielőtt sminkelsz, így lefújod az arcodat, és akkor egy picit úgy hidratálja meg minden, még az alapozás előtt. Aztán mikor végeztél, akkor is lefújod, és egy egészen különös és különleges illata van, ami nem feltétlenül kellemes, én mégis szeretem, és igen, egyébként nagyon jó cucc. Aztán a következő, ami arcápolás, ez a Laclaré szemkörnyékápoló. Tudom, hogy ez már ilyen öregedős duma, de elkezdtem észrevenni, hogy itt a nevető ráncaimba igencsak mélyülnek ezek a ráncok, úgyhogy kis mélyülés látható bennük, ezért elkezdtem használni ezt a száj és ajak kontúr zselét. Hát ilyen szem és, vagy igen, szem és ajak környék ápolót. És ez egy ilyen zselés állagú dolog, egy picit zselés. Ilyen fehér színű, hát most inkább nem nyomok ki belőle, mert elég drága cucc. És nagyon jó. Ez egyébként egy biokozmetikum. És tényleg szuper. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, már használom egy ideje, és bár csak mennyi? 15 millis, de tényleg sokáig elég, és nagyon klassz. Jó, a következő, ami még a szemhez kapcsolódik, ez a Gentil műkönny. Hát ezt egyébként a táskámba hordom, de nem nagyon használtam, pedig kellene. Egész eddig, mert hogy azt mondta nekem a szemész, hogy azért ne szoktassam hozzá a szememet ezekhez a dolgokhoz. Viszont mostanában megint azt vettem észre, hogy elkezd kiszáradni a szemem, és hiába pislogok, meg minden, nem jobb. Úgyhogy nagyon, hát nem nagyon sokszor, de többször használtam a hónapban, mint eddig, és nagyon sokat segít. Erről a szemcsepről egyébként még annyit, hogy egyébként amikor megkérdeztem a szemészt, hogy és milyen szemcsepet ajánl, azt mondta, hogy bármit, csak vízint ne, úgyhogy így maradtunk ennél a Gentil szemcsepnél, és nem bántam meg. Aztán a következő, most már azért áttérünk egy picit a beauty témára, egy pirosító lesz, méghozzá az Yves Rocher-nek ez a gyönyörű, barackos színű pirosítója, amit imádok, annyira csodaszép, és már nagyon sokszor használtam, és láthatjátok, hogy még mindig nincs megkopva a felirat a tetején, úgyhogy rengeteg van benne, szerintem az életem végéig ki fog tartani, komolyan mondom. Ez egyébként 7 gram, és tényleg nagyon lassan fogy, és gyönyörű, csodaszép barackos színe van, egy icipici csillámos, és tényleg csodálatos. Ez a, hát igen, az is a neve, ez a 11-es árnyalat, hogy valamilyen barack, nem bírom kimondani, mert franciául, vagy hogy van rajta. Egyébként egy sima ilyen fekete tokban van, és ez pedig egy fehér kartondobozban volt, tehát tényleg egy ilyen nagyon egyszerű a csomagolása, de maga a termék az valami extrém gyönyörű. És akkor még egy pirosító következne, ami igazából nem is pirosító, csak én annak használom. Ez egy Rimmel termék,
ez valójában egy szemhéjpúder, a 30-as árnyalatú szirén nevű. Láthatjátok, hogy ez már egy erősebb, pinkes, málnás szín. Ami ennek ellenére, hogy ennyire málnás szín, az arcon nem annyira durva, és ez is gyönyörű, ezt is már elég sokszor használtam, és itt egy picit látszik már rajta, de ez sincs még annyira megkapva, mint amennyire kellene ennyi használat után. Ez egyébként, nem is tudom hány, 2,4 g. Hát ez nem fog azért kitartani életem végéig, de biztos, hogy még elég sokáig. És mondom, ez egy szemhéjpúder valójában, csak én pirosítónak használom. Aztán egy testradír következik. Ez a testradír, ez a Naturia nevű márkájú. Washing Peeling, narancsos, hát már csak félig van. Kicsit csalós, mert itt az oldalára le van rakodva, de már csak félig van. És ez egy 100 ml-s kiszerelés. Eurós boltokban lehet kapni. Imádom az illatát, egyszerűen annyira jó, ilyen minimum illata van. És szuper. Vannak benne apró fehér szemcsék is, és nagyobb fekete szemcsék is, és szuper őradírozás. Imádni való, tényleg. Ez nagyon klassz dolog, és körülbelül, nem is tudom, 175 vagy 290 forint, tehát hogy egy ilyen nagyon olcsó termékről beszélünk, és azt hiszem, hogy hát elég sokszor használtam már, nem tudom megmondani, hogy hányszor, de nem is bánok vele úgy, hogy keveset használom, tehát azért eléggé használom, és hát már félig van, úgyhogy meg kell vennem újat, de ennek ellenére szerintem nem fogy annyira gyorsan, és tényleg szuper, mert hát ennyi pénzért. Jó, a következő az egy highlighter. Ez a Nubayer, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, és valójában az van rá, hogy pirosító, de ez nem pirosító, ez egy highlighter. Remélem, hogy látjátok, hogy milyen. Elég csillámos, nagyon-nagyon-nagyon csillámos. Fehérek, barnák, rózsaszínek vannak benne. Ez is rengeteg. Nagyon-nagyon sok. Hát tudja fene, hogy mennyi. Nem tudom nektek megmondani. Mindegy, nagyon sok van benne. Hát ez egy ilyen elég hatalmas kiszerelés. Az illata az a tipikus ilyen olcsóbb kozmetikum illat, de ez pedig még régebben, nagyon régen, több éve, két éve, talán két és fél. Tehát akkor nyertem még egy nyereményjátékon, és azóta megvan, és hát eléggé háttérbe volt vonulva, mert csak úgy el volt rakva a fiók aljába, aztán ugye rendszereztem egy picit, és akkor előkerült, és most használom is eléggé, és nagyon-nagyon szeretem. Hát elég csillámos egyébként, de én ennek ellenére imádom, szeretem, nagyon szeretem a csillámokat, és úgyhogy ez pláne picit nehezen nyitódik, de ez is... Lássuk ebbe is a pozitívat, nem fog a táskádba összetörni, vagy kinyílni. Yeah. Akkor a következő az egy Lovely tus. Ezeket biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri. Ez egy barna szemhéjtus, ilyen ecsetes végű. És szuper olcsó termék, és nagyon jó termék. Erről nem gondolom, hogy többet kéne beszélni. Aztán... Van ez az Alverde testvaj, ezt azt hiszem, hogy ilyen készletbe kellett, vagy lehetett venni. Nekem csak ez az egy van meg, mert ezt Pannitól kaptam. Ez egy ilyen almás testvaj, és... imádom az illatát, ilyen... összekentem a számot. Ez ilyen almás pités. És ez egy 50 ml-s kis testvaj, és nagyon jó. És a lábszáramra szoktam használni, mert nekem az rettenetesen ki tud száradni, és ez szuperül rendben tartja ez a helyzet. Úgyhogy, ja, tök szeretem. És akkor a végére még egy kapuktojás. Ez a Cren Complex nevű, ilyen Dr. Chen márkájú tőzegáfonya és C-vitamin kapszula egyben. A C-vitamin bevitelével nem vagyok megelégedve, de nem is emiatt szedem, hanem a tőzegáfonya miatt, mert ez felfázásra szuper.
Úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, aki fel szokott fázni. Nem egy olyan nagyon drága dolog, nem tudom, most így megmondjátok, hogy mennyi, olyan 1000 forint körül mozog szerintem egy dobozzal, de nagyon megéri, és kúraszerűen is lehet szedni, meg úgy is, hogy a felfázásos időszakban, mert ez egy elég jó cucc, és tényleg sokat segít. Én azért nem vagyok megelégedve a C-vitamin tartalmával, mert én emellé szedek egy másik C-vitamint, és úgy azzal kiegészítve jó, mert ebbe azt hiszem, hogy ilyen, tényleg ilyen kisebb mennyiségű C-vitamin van. Én meg úgy eszedem mellé az 1000 mg-ost, amit mindjárt megmutatok nektek. Ez pedig ez a Biotech USA-es C-vitamin, amit szedek mellé. Ebből egyébként a 100 tabletes kiszerelés kerül 2190 forintba. Na, úgyhogy én azt szedem mellé, de most erről van szó. Tehát ez egy tőzegáfonya kivonatos tabletta, ilyen Cren Complex ez a neve, és mondom, Dr. Chen a márkája, ha minden igaz. És tényleg szuper. Úgyhogy én nem nagyon tudom ajánlani annak, aki ugyanezzel a problémával küzd. Jó, hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat. Ezek lettek volna a februári kedvenceim. Annak ellenére ugye, hogy azt gondoltam, hogy nem fognak összegyűlni, elég sok lett. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek ezt a videót, és találtatok benne bármit, ami számotokra hasznos. Írjátok meg nekem, hogyha ebből bármelyik termék megvan nektek, és nektek is bevált, vagy esetleg ezek után fogjátok megvásárolni. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!